A műsor támogatója a Borsodi, az Apollo, a Tipmix, a Volkswagen, a Skoda és a Seat. Ja, nagyon jól kezdtük a mérkőzést. A cél az volt, hogy az első negyed órában nyomás alá tudjuk helyezni az ellenfelet. Ez sikerült is, hamar megszereztük a vezető találatot. Utána átadtuk a területet, hogy legyen helyünk kontrázni. Sajnos az első félidőben nem tudtuk végigvinni a kontratámadásainkat. A második félidőben ugye pont akkor kaptuk a gólt, amikor már sérülés miatt cserélni szerettünk volna. Abban a pozícióból született a gól. Ilyen előfordul, de a csapatom erejét mutatja, hogy ez a mérkőzés 12 percig állt döntetlenre, és egy nagyon jó játszó és egy nagyon jó csapatot sikerült legyőznünk. Mind a tabellán elfoglalt helyezés és mind a mai mutatott játék alapján mondom ezt. Az biztos, hogy ez a mérkőzés, különösen a második félidő, nagyon jó reklámja volt a nemzeti bajnokságnak, hiszen akadtak helyzetek egyik oldalt is, másik oldalt is, végig izgalmas volt, kielezett volt. Akár nagyobb arányban is nyerhettünk volna, hiszen 1-0-nál is és 2-1-nél is egy méterről a kapufát találtuk, és kifelé pattant a labda, de nem vagyunk tehetetlenek, hiszen legfontosabb az volt, hogy kijöjjenek a szurkolók, megmutassuk az igazi arcunkat. Én úgy gondolom, hogy ez sikerült. Ha egy kisgyerek a labdarúgásról álmodik, biztos, hogy mindig arra gondol, hogy ilyen stadionban és ilyen szurkolótábor előtt szeretne játszani. Ugye a héten beszélgettem a tulajdonos úrral, Leisztinger Tamással, hogy biztos vagyok benne, hogy 5000 ember ki fog jönni, hogy megduplázzuk a múltkori hazai nézőszámot. Az még nem jött el, de majd rászolgálunk, remélem arra, hogy még többen kilátogassanak erre a hazai mérkőzéseinkre. Ugyanúgy, mint Pakson, tehát megszereztük a vezető találatot, és szerettük volna megtartani az eredményt, nem növelni a góljaink számát, mert olyan helyzetben a csapat, hogy minden győzelemnek súlya van, és túlságosan is visszahúzódtunk az első félidőben. Én azt mondom, hogy második fél szünetben rendeztük a sorokat, megbeszéltük, hogy hol támadjunk le, hol kezdjük el a védekező, hol legyen a védekező vonalunk. Több labdát is szereztünk az ellenfél tér felén. Így közelebb, hamarabb tudtunk a kapuhoz kerülni. A számomra a legfontosabb az volt ez a mérkőzésen, hogy a vendégek egyenlítő gólja után hogy reagált a csapat, és teljesen jó arcát mutatta, és tényleg olyan mentalitással mentek erről a fiúk, hogy élmény volt nézni, valamint tényleg a szurkolók, ahogy belehajszolták a csapatot a győzelembe, az még nagyobb dolog volt. A tulajdonos úr egy nagyon sikerorientált úriember, akinek a célja az, hogy a Diózsa minden jobban szerepeljem. Engem a legjobban az lepett meg, hogy ő volt az első szurkoló kint a stadionban, tehát már hamarabb itt volt, mint én, az egész családjával. Úgyhogy szerintem ő nagyon, nagyon szerette volna, hogy a mai mérkőzésen győztesen hagyjuk el a pályát. Vagyis a mai mérkőzésen kimondottan szerette volna. A helyezésben nem gondolkodunk, hanem abban, hogy minél több pontot szerezzünk, és reméljük, hogy tudunk csapatokat előzni még meg a bajnokság során.